Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Gulyás Anita vagyok, adásunk tartalmát pedig már mutatom is képekben. Dombóváron 40 millió forintról 50 millió forintra emelték a sportkeretet. A régi szokás szerint elégették a kiszebábot az atalaiak. Lezajlott a szalagtűző ünnepség a Hemiben, Dombóváron. A népi kosárfonás technikáját sajátítják el a nakiak. Disznót vágtak a dombovári Szent Orsolya iskola központban. A 2023-as év nagy kihívásnak ígérkezik, fogalmazta meg Dombóvár város polgármestere, Pintér Szilárd. A megnövekedett dologi kiadások finanszírozása okozza a legnagyobb fejtörést számukra, akárcsak a legtöbb településnek. 14 napirendi pontot tárgyalt Dombóvár város önkormányzatának képviselőtestülete legutóbbi ülése alkalmával. Az ülés gerincét a 2023-as év költségvetése adta, mondta el a város polgármestere. Az idei évben is az egyensúlyra törekednek. Azt gondolom, mint Magyarország minden önkormányzata februárban a költségvetés adja a képviselőtestület ülésének a gerincét, hiszen azért évről évre vívódunk, hogy egyensúlyba tudjuk tartani működésünket. 2023-as év is ilyen szempontból nagy kihívásnak ígérkezett, hiszen a megnövekedett dolgi kiadások ellensúlyozására kellett kitalálni azt a forrást, amelynek mentén nem sérülnek a tervezett beruházások, és azok is meg tudnak valósulni. Nyilván öröm számomra, hogy egy egyenleget tudtunk biztosítani. Nyilván az is öröm számomra, hogy a kormányzati támogatás menet közben a rezsi csökkentésre megérkezett, és ami ennél sokkal nagyobb öröm számomra, hogy azok az intézkedések, amelyek tavaly hoztunk, nyilván mindenkit arra ösztökéltek, és ebben partner volt civil sportszervezet és intézményeink is, hogy azt a költségvetési görbét, amely meg lett számukra határozva, nem lépik túl, és nagyon hatékonyan üzemeltetik a rábízott javakat. Természetesen örömhír volt, és be is számoltam már Dombóvár lakosságának, hogy a közvilágítás szűkítésére nem fog sor kerülni, és az összes lámpatest világítani fog, ha csak a szombathoz hasonló vihar be nem kavar. Tehát az önkormányzat 2023-ban ezzel a témával már nem kíván foglalkozni. Az idei évre tervezett, saját forrást igénylő beruházásokhoz szükséges összegeket is belekalkulálták az idei költségvetésbe, hogy megvalósíthatóak legyenek a tervezett projektek. Emellett a sportkeretet 40 millió forintról 50 millió forintra sikerült felemelni, ezt az összeget tudják majd szétosztani az egyesületek között. Az összadánkat nem zártuk be tavaly, és az idén sem kívánjuk bezárni, hiszen több mint 100 fiatal vesz igénybe nap mint nap, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezek az intézmények működjenek a Szuhai Sportcentrummal egyetembe. Természetesen 2023 évre saját erős beruházásokat is terveztünk, ezeknek a forrását megpróbáltuk úgy oda allokálni, hogy ezek tényleg meg tudjanak valósulni és elégséges forrás álljon rendelkezésre. Kiemelt szerepet töltenek be a város életében a sport és a civil szervezetek, és az ő támogatásuk is számunkra kiemelt feladat. Nyilván az a 2020-ban megfogalmazott szándék és akarat, amely megvan törtve mára már tartalommal, hiszen életre hoztuk a civil és a sporttanácsot is, hogy az önrendelkezési jog minden szélesebb körben tudjon működni. Nyilván nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy ez az önrendelkezési jog sikeresen működjön, ez nekünk forrást kell biztosítani, hiszen forrás nélkül nem tud működni sem civil, sem sportszervezet sem. Örömteli, hogy 2023-ban a sportkeretet 40 millió forintról fel tudtuk emelni 50 millió forintra, és a civilek tekintetében a kiemelt civil szervezetek támogatását is tudjuk tartani, a kisebb civil szervezetek számára pedig ugyanazon keretösszeggel kerül kiírásra pályázat, mint tavaly, és nyilván ami tavaly első körben hoztunk döntést a civil tanács működésére is, eseményeik finanszírozására, azt az 1 millió forint keretösszeget most is a rendelkezésükre tudjuk bocsátani. Egész biztos, hogy évközben ezen a költségvetésen kell majd módosítanunk, hiszen az elmúlt két év tele van kihívásokkal, de azt gondolom, hogy mindig rugalmasan, gyorsan és hatékonyan adtunk választ a kihívásokra. Természetesen minden nap kell, hogy foglalkozzunk likviditási helyzetünkkel, de három év távlatában el tudom mondani, hogy 2021-22 után 23-at is úgy tervezzük, hogy felszámla hitelkeretet nem kívánunk igénybe venni. A képviselőtestület egy terület eladásáról is döntött az ülés alkalmával. A Lucahegyen található mobiltelefon toronyhoz tartozó területet értékesítik. Ez a torony
térségben élő lakosság érdekeit és vállalkozások érdekeit szolgálja, hiszen egy mobiltelefon társasági. Ők a tulajdonviszonyokat már régóta szerették volna rendezni. Ez a helyi építési szabályzatunkat módosítani kellett, és nyilván miután a testület nem zárt ülésen tárgyalta, honlapunkon fel van töltve, semmiféle üzleti titkot nem árulok el, hogyha elmondom, hogy a 200 négyzetméteres területet a mobil szolgáltatónak 14,5 millió forintért kívánjuk értékesíteni, és ez az értékesítés az adásvételi szerződés mentén a ma született testületi határozat alapján a közeljövőben meg is fog születni. Nyilván itt az ingatlan értékesítése kapcsán tele lehetünk kérdőjelekkel, hiszen mindig az a vád ér minket az ellenzék oldalán, hogy elkótyavetjéljük a város vagyonát. No, ez a történet ez nem most kezdődött. Ez oda nyúlik vissza, amikor az önkormányzat tulajdonos lett ennek a vagyonnak, és a rábízott vagyontárgyal, hogy gazdálkodott, hogy volt annak jó gazdája. 2019-ig az önkormányzat ezeknek az ingatlanoknak nem volt jó gazdája. Sajnos nagyon lepusztult állapotban vannak ezek az ingatlanok. Mindezok ellenére azt hiszem, hogy azok az ingatlanok, amelyek a város és a lakosság érdekeit szolgálják, és olyan komfort fokozattal vannak ellátva, azoknak a folyamatos karbantartása, felújítása szemünk előtt van. De azok az ingatlanoknak a felújítása, amely azt gondolom, hogy gazdaságtalannak tűnik, komfortfokozata messze elmarad a kor elvárásaitól, lehetőség szerint ezektől az önkormányzat meg kíván szabadulni. Nem hiszem, hogy ebben egyedülállók vagyunk, hiszen a bérlakás állományunk nem csökkent új mértékben, amelyről a zuhanyhíradó szól. Megpróbálunk idősnek, fiatalnak és minden szociálisan rászorultnak kellő alternatívát nyújtani Dombaváron. Elégették a kiszabábot Atalán, a babona szerint ez megszabadítja az embereket minden bajtól. A helyiek mindent megtettek annak érdekében, hogy ezt elérjék. Az éneklés és körtáncolás után a település művelődési házában farsangi fánkkal és forró italokkal látták vendégül a népes télűző sereget. A természet téli álmából való ébredést várják már az atalaiak is. A közösségépítő rendezvény, aminek köszönhetően remélhetőleg egyre többet élvezhetjük majd a napsütést a szürke hideg időszak után, osztatlan sikert aratott már az előző évek folyamán is. Idén is megszervezték. Atalában a tavalyi év folyamán rendeztük meg először ezt a télűző kis programunkat. Azt hiszem, hogy akkor is nagyon-nagyon jól sikerült, nagyon sokan részt vettek. Persze természetesen nagy részben gyermekek jöttek. Most pedig más helyszínre tettük a magát a kiszabáb égetést. Most a kultúr előtt fogjuk elégetni a kiszabábot, előtte egy kis felvonulással, kis zajkeltő eszközökkel. És most kiegészítettük a programot azzal, hogy táncházat szeretnénk majd utána a kultúrban végezni. Azt gondolom, hogy az is, annak is nagyon nagy sikere lesz, hiszen a helyi óvodások és az iskolások is régóta tanulnak már népi táncot, és most itt alkalmuk lesz megmutatni, hogy mit tudnak. Illetve a helyi nyugdíjas klub tagjai egy kis fánksütéssel kedveskedtek itt a résztvevőknek, és azoknak, akik érdeklődő szinten eljönnek erre a programra. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy elég színes délutánnak nézünk előbe. Hát itt Atalában én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól lehet programokat szervezni, és elég sokan eljönnek minden egyes programunkra. Én azt gondolom, hogy igénylik az emberek azt, hogy egy kis közösségépítés folyamatosan legyen a településen. Én úgy gondolom, hogy minden hónapban megpróbálunk valamilyen programot szervezni, minél nagyobb korcsoportoknak, tehát gyerekeknek is, fiataloknak is, és hát az idősebb generációnak is szeretnénk majd kedvezni. Úgyhogy az idei programtervünket is úgy állítottuk össze. Programokból tehát nem lesz hiány idén sem Atalában, a téűző forgatag is színesre sikeredett. A fiatalok közül többen öltöttek állarcot, de a busó jelmez sem maradt otthon, hogy miről szólt a napsütéses, ám de hűvös délután. A kiszabáb égetésről. El kell űzni a telet. És hogy fogjátok elűzni a telet? Úgy, hogy hangokkal, hangszerekkel át fogjuk űzni. Úgy fogjuk elűzni a telet, hogy kolompulunk, meg kereplő, meg aki dobol, az is elűzi. Ezt azért, hogy a törökök Mohácsra mentek, és csináltak kifordított bundát, meg ilyen maszkokat faragtak, és törökök elijedtek, és elmentek. Meg éjszakát keltek a Dunán. A
A babona szerint a kiszebáb égetése megszabadítja az embereket minden bajtól. A téltemető népszokás igen kedvelt volt a falusi népek körében, a talán nagy elszántsággal élesztik újra ezt a hagyományt. A lényege, hogy a gyermekek kiszebabát és zajkeltő szerszámokat készítenek, vagy olyan eszközöket hoznak magukkal, amellyel zajossá tehetik a felvonulást. Az óvodától a templom megkerülése után a művelődési ház elé érkeztek, ahol a mágia meggyújtása előtt különböző rigmusok éneklésével igyekeztek messze űzni a telet. Haj, kikisze, haj, jöjj be, sodár gömböce! Haj, kikisze, haj, jöjj be, sodár gömböce! A seres maris otthon ül, a kiszére bentőző, ha megszövi, feladja, a kiszére ráadja. A résztvevők minden bújukat, bajukat odaképzelték a lobogó tűzbe, hogy azok is elillanjanak a lángokkal. A kiszebáb elégetése után mindenkinek jól esett a forró tea, a forralt bor és a farsangi időszak nélkülözhetetlen finomsága, a fánk. Az asszonyok 6 kg lisztből készítették el a fánk tésztáját, hogy senki ne maradjon uzsonna nélkül a közösségépítő rendezvényen. Farsangi fánkot sütünk. Már reggel 8 óta itt vagyunk, hála Isten, elkészültünk vele, mire jönnek a gyerekek, meg aki ide szeretne jönni, mint szívesen kínáljuk. Teja, főzzük forralt bort. Ez nem egyszerű dolog, a fánknak a készítése, mert ugye meg kell kalasztani, megvan a hozzávaló adag, hogy mihez liszthez liszt, meg cukor, minden mennyi kell belőle, és akkor ugye, meg ki jól ki kell dagasztani, hogy sima legyen, ne legyen bán az a göbörcák, vagy hogyan mondjam. Akkor utána meg ugye kell kalasztani, akkor kiborítjuk, és akkor nem szabad sodorni, hanem csak kicsit szétnyomkodni, és utána úgy lehet kiszaggatni. Aztán mikor akarjuk sütni, forró olajba, mindig a tetejét tesszük alulra, akkor lesz szép szallagos. A művelődési házban a meleg italok és finom falatok mellett kézműves foglalkozás és az általános iskolások meglepetés tánca várt az érdeklődőkre. A régiónként változó szokásokkal megfűszerezett télűző esemény rituális módjának megvan a közösségépítő ereje. Általában is hisznek abban, hogy ez segít véget vetni a télnek, és hamarosan új tavasz köszönt ránk. A Dombóvári Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Technikumában lezajlott a végzősök számára egyik legfontosabb esemény, a szalagtűző. Az iskola minden évben arra törekszik, hogy egyszerű és megismételhetetlen élmény legyen a diákok számára ez a rendezvény, így évről évre meghívnak egy híres előadót. Az ünnepélyes est több meglepetést is tartogatott a végzős nebulok számára. Feltűzték a szalagot a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Technikum végzős diákjainak. A Dombóvári iskola minden évben arra törekszik, hogy felejthetetlenné tegye ezt az eseményt nebulói számára. Egy kicsit szeretnénk minden évben különlegessé tenni, mert ez az egy óra, ez igazán az övék. Tehát igazán azoké a gyerekeké, akik hozzánk járnak 4 vagy 5 éven keresztül, és nagyon-nagyon szeretnénk emlékezetessé tenni számukra. Én azt szeretném, hogy olyan szalagavatójuk legyen, hogy amikor ők is szülők lesznek, vagy nagyszülők, és elkísérik a saját gyermeküket a szalagavatóra, akkor el tudják mondani, hogy amikor az én szalagavatom volt, akkor bizony, mondjuk a Király Viktor, vagy a Földes László, vagy az Alatnai Cini énekelt nekünk. Tehát egy olyan szalagavatót szeretnék mindig, minden évben, aztán vagy összejön egyébként, vagy nem, ami különleges és emlékezetes marad nekik. A szülők számára a legnagyobb büszkeség, mikor gyermekük elér életének egy fontos fordulópontjához. A gyermekekből felnőttek lettek, akik számára meglepetésekkel teli estét tartogatott a szalagtűző. Annyit tudnak, hogy a Király Viktor fog fellépni, de sikerült szereznünk egy videót Korda Györgytől és Balázs Klárikától, ahol köszöntik őket. Nagyon kedvesek és aranyosak ezen a videón. Továbbá a tanárok is készülnek egy számmal. Tavaly táncoltunk, idén pedig énekelni fogunk nekik. Napokban beszélgettem egy másik iskolában tanító kollégával, és kérdezte, hogy megéri-e
ez az egész. Tehát ez, azért ez nagyon sok energia, nagyon sokat készülünk rá. És én mondtam neki, hogy nem tudom, hogy mi az, hogy megéri. Tehát ez, ezekért a gyerekekért, én nem tudom, hogy ki imádkozik, vagy imádkozik-e, de ez az egy óra ilyenkor annyira szépek. Tehát, hogy hadd legyen ez tényleg az övék, és annyira szép, amennyire ők ezt elképzelik maguknak. Az iskola sportcsarnoka megtelt a végzősök hozzátartozóival, akik kíváncsian várták az iskola és a végzősök által összeállított műsort. 112-nek fognak tűzni, van köztes sportos, fodrász, hegesztő, vendéglátós, pincér, az osztályfőnök tűzés egyszerre. Tehát nem szoktuk név szerint, mert akkor nagyon-nagyon hosszú lenne maga a műsor. Én kérem fel az osztályfőnököket, hogy tűzzék fel a saját tanulóiknak, az osztályba járó gyerekeknek a szalagot. És akkor, mikor megtörtént, akkor utána biztosítunk egy kis időt a szülőknek, hogy nyugodtan fotózzák le ezt a jeles pillanatot. Az osztályok ünnepélyes bevonulása előtt a végzős diákok izgalommal telve várták, hogy kezdetét vegye középiskolás diákéveik egyik fontos eseménye. Az elmúlt évek alatt összekovácsolódtak az osztályközösségek, egy csapatként indultak neki ennek a fontos estének is. A mi osztályunkról annyit tudok nyilatkozni, hogy készül egy tánccal, pontosabban kettővel is, egy osztálytánccal és egy keringővel, illetve a tűzésen fogunk még javába részt venni. A többiek pedig meglepetéssel készülnek még számunkra is, mi sem tudjuk az est folyamán mi jön még. Az osztálytánc az egy előre megszervezett, általában titkosan zajlik mindenki előtt, és az utolsó pillanatban derül ki, hogy mivel is készül az osztály, ez általában egy egyedi produkció. Hát ez több hetet vett igénybe, sok szervezést és munkát, de szerintem megéri és nagyon jó lesz. A végzős diákok valóban nem sejtették, milyen meglepetéssel készült számukra az iskola. Nagyon jó érzés, nagyon imádjuk őket, és fogalmunk sincs, hogy mivel készülnek, de nagyon várjuk. Ez a úgymond utolsó összetartó programunk, a szalagtűző. Nyilván lesz a ballagás, de az nem lesz ilyen nagy program, mint ez. Nagyon várjuk, és nagyon izgatottak vagyunk. Osztálytánccal készültünk, és rengeteget gyakoroltunk. És még mindig nagyon izgulunk. Miután az osztályok elfoglalták helyüket a színpad előtt, jöhetett az est első meglepetése, Király Viktor és a Hemi Band az iskola tanári zenekara. Ezek pedig nem üres szavak. A középiskola az egyik kikötő a diákok életében, ami mindig visszavárja majd őket. Most a feltűzött szalag jelzi, hogy egy fontos fordulóponthoz ért az életük. Jöhet az első nagy kihívás, amelyre már évek óta készülnek. Ez kívánt minden jót a Korda házaspár is egy videózeneten keresztül. A tanári kar pedig legalább olyan izgatottan állt ki a színpadra a meglepetés dallal, mint ahogy a diákok is várták ezt a jeles napot. Ugye mi jó barátok vagyunk, ugye mi jó barátok vagyunk. Tudod, az első napon a legnagyobb, aztán a többit lassan megszokott. Tudod, az első pofon a legnagyobb, aztán a többit megszokott. A veszőfonás technikáját a magyarság valószínűleg jóval a honfoglalás előtt ismerte már. A kosárfonás a fa megmunkálásának egyik legősibb szerkezeti formája. Története a legrégibb időkig nyúlik vissza, és az alapanyagtól függően szinte minden népnél jelen van. Nakon a Nemzeti Művelődési Intézet által indított szakkörön sajátíthatják el a helyiek ezt a népi mesterséget. A közösségépítés minden település életében fontos. Ehhez pedig olyan eseményeket kell szervezni, ami sokak érdeklődését felkelti. Így van ez Nakon is, ahol a helyieknek lehetősége adódott a veszőfonás technikájának elsajátítására. A településünk is csatlakozott ahhoz a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett online szakkörhöz, aminek segítségével megismerkedtetnek a népi mesterségekkel. Ez egy 20 alkalmas foglalkozás. Úgy hirdettük meg, de akkora volt az igény, hogy többszörös túljelentkezés volt, úgyhogy nem nagyon mondtunk senkinek nemet. Hát most azt hiszem heten vagyunk, de egyébként sokkal többen vannak, és hogy a csapattagjai nagyon lelkesek. Az első órák azok január közepén kezdődtek, ott a veszőhajtogatás és a gúskarika készítés volt.
és akkor folyamatosan haladunk a tananyag szerint. Hát felkértünk egy helyi hölgyet, aki segít nekünk, mert a videók alapján elég nehéz elkészíteni, és akkor ő önként eljött ide és segít nekünk. A polgármesteri hivatal egyik terme ad helyet a szakkörnek, ahol a folyosón már órákkal a 2,5-3 órás foglalkozás előtt áztató ládába helyezik a vesszőket, hogy dolgozni tudjanak vele a szakkör résztvevői. Foglalkozások előtt mindig be kell áztatni a vesszőket, ezek egy amerikai fűzfa vesszők, ezt is kaptuk a művelődési intézettől, igazából 5 személynek való anyagot, alapanyagot kaptunk. Az ismeretek folyamatos bővítése a célunk, nagyon jó hangulatban zajlanak az oktatások. Mindig megbeszéljük, hogy milyen alkalommal legyen, hogy kinek hogy jó. Most a héten egyébként szerdára esett a választás, de általában a hétvégére próbáljuk, hogy mindenkinek jó legyen. Hát most ilyen 8:30-9 óra lesz, mire végzünk. A településen igyekeznek minden alkalmat megragadni, amellyel meg tudják mozgatni a helyieket. A Covid alatt elmaradtak rendezvényeink, elég kevés rendezvény volt, nem nagyon mertük, és akkor most próbáltuk, hogy összehozzuk ugye, a lakosságot. Vannak egyébként a településen új lakók, és ők is részt vesznek egyébként ezen a tanfolyamon, és akkor így megismerkedhetnek a másik helyi lakosokkal. Tervezzük a kiállítást ugyanúgy, mint a mézes kalács szakkörben, mert az is párhuzamosan zajlik, de ott már a végéhez közeledünk, úgyhogy mind a kettőből fogunk május vége fele egy kiállítást készíteni. Egyébként nagyon sok vidéki megkeresésünk volt, tehát hogy Dombováról, Szakcsról, Gölléből próbáltak csatlakozni, tehát mondtuk, hogy elsősorban a helyieknek próbálunk, hogy szerintem csatlakozni fogunk még az idei évben is, és akkor megpróbáljuk úgy, hogy ha fér, akkor idegen is, tehát más településre származó is jöhessen. A Nemzeti Művelődési Intézet által életre hívott szakkör foglalkozásainak célja a hagyományok továbbadása mellett a helyi közösségek erősítése. Nakon igazán jó hangulatban telnek a népi tudás megszerzésével töltött foglalkozások. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogyha mai fiatalok is, mint én se vagyok olyan idős, hogy megtanulom ezt a kosárfonást, mert nagyon tetszik a kosár. És én is úgy gondolom, hogy szeretnék csinálni magamnak, meg esetleg, hogyha közeljövőben valakinek megtetszik, tudom mondani, hogy én is csinálok ilyet. Külső látásra úgy gondolja az ember, hogy de jó, könnyű. De aztán igazándiból így menet közben rájön az ember, hogy hát nem olyan egyszerű. Papírból már fontam kosarat. Az igazándiból teljesen más, mint egy ilyen vesszőfonás, szerintem. Ő az egyszerűbb. Az önzetlen segítség jól jön a szakkör résztvevőinek, hiszen az alapok megfelelő elsajátítása nélkül hiába az álom a gyönyörűbbnél gyönyörűbb kosarak fonása iránt. A NAKI vesszőfonó szakkör résztvevői elhivatottak, hogy a kosárfonás minden csinyát, binyát elsajátítsák a foglalkozásokon, amik már most elérték céljukat, egy újabb közösség alakult a településen, akik mindannyian érdeklődést mutatnak a hagyományok iránt. A Dombovári Szent Orsolya iskola központ hagyományőrző és oktató céllal szervezi meg évről évre az intézményi disznóvágást. A pedagógusok közreműködésével a diákok is részt vesznek a feldolgozásban, akik számos kérdést intéznek ilyenkor tanáraik felé. Nagy volt a nyüzsgés a Dombovári Szent Orsolya Bencés iskola központban, ahol egy régi hagyomány, a disznóvágás elevenedett meg. A program nem új keletű az intézményben, ahol nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a diákok találkozzanak azzal a téli időszakra jellemző, falusi életben megjelenő hagyománnyal, ami a megélhetéshez szükséges húskészítmények előállítására hivatott. Az iskola körülbelül 10 évvel ezelőtt csatlakozott egy programhoz, amely olyan sikeresnek bizonyult, hogy azóta ez hagyománnyá vált náluk. A nap ilyenkor korábban indul, hogy a régről jött szokás minden részletével, köztük finomságaival és munkafázisaival is megismertessék a diáksereget. Az ötlet az pedig körülbelül 10 éve egy pályázaton keresztül jött, az volt a címe a pályázatnak, hogy Menő Menzák, és akkor találtuk ki azt a címet, hogy disznóvágás egészségesen. És aztán annyira megtetszett itt ez a program, hogy hagyományt csináltunk belőle. Igaz, hogy az elmúlt 2 évben nem tudtunk a járvány miatt, de hát most óriási készülődésre megint megvalósul idén a iskolai disznóvágás. 7:30 kezdődik, amikor is levágott fél disznókat hoznak ide, most 2 disznóból, tehát 4 fél, és akkor elkezdődik a feldolgozása.
És egy igazi nagy családként működik ilyenkor az iskola, tehát a tantestület hölgy tagjai azok főzik a rizst, meg amit kell, ilyenkor hagymát, a fiúk szétbontják a disznót, darálják a húst, és később töltik a kolbászt. A gyerekek pedig legalább kétszer, de inkább háromszor a nap folyamán lejönnek, hogy különböző fázisait lássák a disznóvágásnak. A szülők is támogatólag állnak a kezdeményezés mellé, miután sok helyütt már nem vágnak disznót az év folyamán, így a gyerekek legalább az iskolai rendezvény alkalmával betekintést nyerhetnek az ilyenkor elvégzendő feladatok sorába. Igazából semmiféle negatív hangja nem volt a dolognak, és ugye hozzátartozik, hogy holnap az ebéd, azaz itt itteni termékekből lesz, tehát ilyen hagyományos disznótoros ebédet kapnak a gyerekek, tehát kisütjük ezt a hurkakolbászt, ami ma készül. Vannak olyan kollégák, akik véletlenül óckodnak, vagy írtóznak a disznóvágást, és ők ilyenkor nagyon szívesen vállalják az itt dolgozók helyettesítését. Az iskola diákjai a nap folyamán többször körforgásszerűen váltják egymást a disznóvágás helyszínén, ahol számos kérdést tesznek fel a lelkes pedagógusoknak, akik azon munkálkodnak, hogy feldolgozásra kerüljön a sertés. Ezekbe a munkafolyamatokba a vállalkozó szellemű nebulók is bekapcsolódhatnak. Ez most már ugye több éves hagyomány nálunk, és most már feladatokat nem kell leosztani, mert minden évben mindenki tudja most már a dolgát. Mi azt tapasztaljuk egyébként, hogy a gyerekeket továbbra is ugyanúgy érdekli, mint eddig. Tehát bármelyik osztály, amikor lejön, mindegyik aktívan szeretne részt venni ezen az eseményen, és nagyon-nagyon érdeklődőek, nagyon szeretik. Éppen most a mostani munkafolyamat, ugye a csontokat vágjuk össze, ebbe is tudunk nekik egy kicsit részt adni. Esetleg, amikor a kolbászt bekeverjük, abba is, ahhoz is hozzányúlhatnak egy kicsit, a darálásnál is kivehetik a részüket. Van olyan diák, aki minden évben csak ilyen korlát disznóvágást, és ők nagyon-nagyon érdeklődőek tudnak lenni ebben. Melyik a disznónak milyen része, azokat meg szoktuk neki mutatni, és az teljesen jó. A hagyomány az, ami fontos, ugye a gyökereinkhez próbáljunk visszamenni egy kicsit, és próbáljuk meg nekik is átadni azt, amit mi esetleg gyerekkorunkban tapasztaltunk. Az iskola diákjai közül sokan csak itt az intézmény falain belül találkoznak ezzel a régen akár az egész utcát megmozgató eseménnyel, de akadnak olyanok is, akik a családjuk körében is rendszeresen átélik a manapság már az embereket megosztó disznóvágást. Eddig daráltam, meg egy kicsit vágtam. Igazából jó, élvezem csinálni. Régebben apukámmal szoktam csinálni, és megszerettem. A legtöbb fiatal a majdani ebédet, a kolbászt emelte ki, mint kedvenc disznótoros ételt, aminek az elkészítési folyamatával is tisztában vannak. Ledarálják a húst, és sóval, borsa és paprikával ízesítik. A legnagyobb élményt az adja a diákok számára, hogy ők maguk is kivehetik részüket a munkából. Nekem a kolbász a kedvencem, meg a sültvér. Meg kell sütni, hagyma megy bele, meg a vér, és most nem tudok többet mondani. A dombovári Szentorsolya Bencés iskolaközpont célja, hogy többek között a disznóvágás hagyományát továbbadja a diákjai számára. Az esemény megéri a belefektetett időt és energiát, hiszen a nebulók valóban élvezik, és érdeklődve figyelik pedagógusaik minden mozdulatát, akikhez sok kérdést is intéznek a nap folyamán. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!